Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. A Rákóczi Alapítvány fontos feladatokat lát el a magyarság összetartozásának erősítése terén. A napokban rendezték meg az alapítvány fennállásának 63. évfordulóját megünneplő báljukat Torontóban. A Rákóczi bál mindig az elegáns és jól szervezett bálok közé tartozott, ez az idén sem volt másként. A legfontosabb célkitűzés az alapítványnak az ifjúsággal való foglalkozás, és ez azt jelenti, hogy ifjúság világszerte, nem csak Kanadában. Most az alapítványnak háromféle tevékenysége van. Van elsősorban a Magyarság Ismereti Mozgótábor, ami 100 fiatalt meghív 5 országból, hogy körülutazzák Magyarországot együtt. Nagyon sokan soha életükben nem utaztak még Magyarországra, és hogy együtt lássák Magyarország kulturális kincseit. Ez különösen érdekes azért, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy nem találkoztak még más határon túli fiatalokkal. Szóval egy nagyon építő dolog. A másik programunk az egy étkeztetési program, amelyben 45 fiatalnak adunk meleg ételt Ungváron és Gyergyószem Miklóson. Egy nagyon komoly program, és sok támogatónk van erre. Harmadik az ösztöndi program, amelyik meg szintén olyanok, akik már végigjárták egyszer a tábort, azokkal nem szakad meg a kapcsolat, hanem tovább visszük, tovább tartjuk a kapcsolatot velük, és mikor komoly anyagi gondokkal küzdenek egyetemi éveken keresztül, akkor támogatásra szorulnak, és mi segítünk neki. Ennek a bálnak a bevétele mire fordítódik? Erre a három programra, de főleg, hogy a Magyarság Ismereti Mozgótábor menjen tovább, és ez egy olyan alkalom szintén nekünk tartani a adakozónkkal, a támogatóinkkal a kapcsolatot, és hogy kanadai magyarok is találkozzanak olyanokkal, akik voltak például a táborban, az Okolova Nyina, a Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasunk, az majdnem 10 évvel ezelőtt volt, először, mint 15 éves, és ő el fogja mondani, milyen nagy hatással volt életére. Megtudhatjuk, hogy kik a legfontosabb támogatóitok? Nem, sajnos azt nem, de hála Istennek még van jócskán belőlük, és nagy lelkű adakozók mindig vannak. Vannak sokan olyanok, akik azt mondják, hogy semmi másra nem adakozok, csak erre, mert tudom, hogy kapnak egy fiataltól egy levelet, és az a levél az kézzel van írva, és a tábor végére meg kell, hogy írják, hogy változtatta meg a látókörüket, az egész, és sokszor az adakozók tartják a kapcsolatot ezekkel a fiatalokkal. Szóval tudják, hogy hosszú távú hatása van ennek a programnak. Leginkább azt mondanám, hogy rengeteg tudást, tapasztalatot és megerősítést abban, hogy ki kell, hogy tartsak a magyarságon mellett, attól függetlenül, hogy nem élek Magyarországon, illetve azt a tudatot, hogy bármerre megyek, mindenhol lesznek barátaim és ismerőseim. Manapság azt mondják, nagyon sok minden utazási lehetőség van, stb. Annyi káosz van Európában, hogy úgy érezzük, hogy ezt a 200 fiatalnak elszórunk egy csomó jót, és azt látják, hogy nem az, aki lop, csal és hazudik, jut előre, hanem az, aki keményen dolgozik, megír egy pályázatot, pályázat alapján érnek be. Szóval ez tényleg a határon túli magyaroknak a krémje, ezek a fiatalok. És
annyira a tábor alatt kitűnnek, egyik jobb, mint a másik, és első nap már kezdődnek a barátságok. Szóval egy csomó komoly fiatallal találkozunk, és ez a mi nekünk a legnagyobb köszönet, hogy ezekkel a fiatalokkal életre szóló mi is tartjuk a kapcsolatot. Hajrá, kisebbség előre, Rákóczi szent nevére. Magyar vagyok, hallja mindenki, talpra minden jó az a fi. Magyar vagyok, hallja mindenki, talpra minden jó az a fi. A Magyarság ismereti mozgótábor támogatására szervezett bál azért különleges az én életemben és a főkonzulátus életében is, mert ez az esemény összehozza a diaszpóra magyarságát a határon túli magyarok, gyerekek támogatásával. Mai bálat már 23. alkalommal rendezik meg, hiszen 23. alkalommal lesz a Magyarság ismereti mozgótábor is. De ez mindig egy első alkalom is, hiszen ez a bál indítja be azt az előkészítő folyamatot, amelynek eredményeképpen 100 határon túli gyermek, fiatal első alkalommal vehet részt egy ilyen élményen, és ez az első alkalom egész életüket meg fogja változtatni. Ezt már ők is tudják, mi is tudjuk, és azért jönnek itt össze ilyen sokan, immár 23. alkalommal. Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan. Szállodafoglalás, autókölcsönzés. Meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. A Saul fia című magyar film óriási sikert ért el már eddig is. Megnyerte a Cannes-i Filmfesztivál fődíját, majd a Golden Globe-ot, és bekerült az Oscarra jelöltek közé a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában. Február 28-án szurkolhatunk az eredményért az Oscar gálán. A film egyik producerével készítettünk interjút a Torontói Filmfesztiválon. Ez a film, ez 1945-ben játszódik Auschwitzban, és ez a Sonderkommando egy tagját mutatja be. Egy olyan film, amit az elejétől kezdve nagyon sokan, nagyon kockázatosnak ítéltek meg, ezért is tulajdonképpen végül szinte kizárólag magyar finanszírozásból készült el. Ketten vagyunk producerek, Rajna Gáborral, és úgy kerültünk a történetbe, hogy a rendező felkeresett minket a forgatókönyvével, és azt mondta, hogy
kapott már elutasítást más magyar producertől. Megpróbál Franciaországban találni magának producert, mert úgy érzi, hogy itthon nem harapnak az ő történetére. De mielőtt teljesen elhagyja tulajdonképpen ezt az országot, vagy ezt a lehetőséget, megpróbált még velünk beszélni. És amikor mi elolvastuk a könyvet, akkor nagyon hosszú idő után fény volt az éjszakában. Tehát mi 24 óra múlva találkoztunk, és azt mondta neki, hogy ez nagyon tetszik, és nem is értjük, hogy miért akarta bárki ezt nem megcsinálni. És ott elkezdtük, és ütöttük a vasat, hogy elkészüljünk gyorsan. Mi a forgatást természetesen ugyanúgy követtük, ugyanúgy az előkészítést is. Egy elég hosszú casting időszak előzte meg a filmet, egy elég hosszú helyszínkeresés előzte meg a filmet. Nem akartuk ezt a tábornak azt a részét, ami már nem létezik. Azt nagyon fontos volt, hogy hogyan ábrázoljuk, hisz leírások, 3D-s ilyen rekreációk vannak arra, hogy pontosan a gázkamrák, a vetkőzők, ezek a részek hogyan néztek ki. És ezért egy nagyon hosszú, egy nagyon mély helyszínkeresés és szereplőválogatás előzte meg a filmet. Ugyanolyan rab vagyok, mint te. Este kapsz 5 percet, hogy egyedül lehess vele. De a végén ugyanúgy elég a többivel. Mi a neved? Auslander. Saul. Cannes-ban, amikor bemutatták a filmet, hát tele volt a mozi, és a világ minden tájáról érkeztek emberek, és őrületes érdeklődés övezte. És aztán egy pár nap ugye eltelt, és egyszer csak azt éreztük, hogy mindenki erről a filmről beszél. Hogy bárkivel találkozunk, mindenki azt mondja, hogy mindenki erről a filmről beszél. És egyre jobban éreztük azt, hogy lehet, hogy minket meg fognak hívni a díjátadónak. És így is történt, tehát ilyenkor ugye Cannes-ban meghívnak, 5 díj van és 6 filmet hívtak ezúttal. Tehát tudtuk, amikor ugye bevonultunk, láttuk egymást és összeszámoltuk, hogy hány film, tudtuk, hogy egy díjat megosztva adnak, mert Cannes-ban egy díjat csak egy film, tehát egy film csak egy díjat kaphat. És akkor azt gondoltuk egy picit, hogy az első filmes, a Camera d'Or, hogy talán azok leszünk mi. És amikor egyszer csak a Camera d'Or-t megkapta valaki, akkor az egy elmondhatatlan 20 perc volt, vagy 15 perc, ahogy osztották ki a díjakat, hogy akkor viszont mi. És egyszer csak nagy díj lett belőle. Szóval elképesztő, és a mai napig, ha belegondolunk, beleborzolunk mindahányan. Tehát, hogy ezt az érzést, ezt igaziból nem lehet megszokni. És nekünk ez nagyon fontos volt, hogy valaki olyan vegye át ezt a filmet, miután nagyon sok visszautasítást kaptunk már a finanszírozási időszakban, azt gondoltuk, hogy olyan emberrel szeretnénk a filmet értékesíteni, aki tényleg ugyanazt gondolja róla, amit. És ez a Films Distribution nevű, vagy Film Distribution nevű céggel leszerződtünk, és tulajdonképpen a világ most már több mint 55 országába eladtuk a filmet, ami azokat a területeket, ahol mondjuk nincs kiépített mozi hálózat, ha azokat levesszük, akkor tulajdonképpen majdnem a világ minden országába elkelt a film, vagy minden ilyen teritoria, ahogy ők fogalmaznak. És ez tulajdonképpen majdhogy ennek a 90%-a Cannes-ban már megtörtént. Tehát a film, tehát a díj előtt, már a film bemutató után és a díj előtt tulajdonképpen egy sor állt a Saul fiáért. And the Golden Globe goes to, and I'm so pleased to say that this because it's the first time this country, I believe, has ever won a Golden Globe. It's really great. It's the Son of Saul, Hungary. Szóba kerül elég sok helyen, elég sok újságban az, hogy talán ez a film ott lehet a nomináltak között, és hát ugye az ember ezt nagyon nehezen, mit gondoljon az ember, akar-e az Oscaron lenni? Akar, persze. Szóval kérdezték tőlünk többször, hogy mit gondolunk, hogy ott leszünk-e az ötben, azt gondoljuk, hogy ott leszünk az ötben.
In the Best Foreign Language Film category, the nominees are from Colombia, Embrace of the Serpent, from France, Mustang, from Hungary, Son of Saul, A Megavers a diaszporában elnevezésű kezdeményezés, ez a Szolnok TV-nek, a Megavers szavaló versenyének, illetve a Dél-Ontárióban már hosszú évek óta működő, tradicionális magyar iskolák közötti szavoló versenynek a házassága. A Megavers a szolnoki elgondolásban arról szól, hogy videófelvétellel az ország minden pontjáról bármely gyerek benevezhet és szavalhat, ezáltal részt vesz egy országos szavaló versenyben. Mivel Kanadában nagyon nagyok a távolságok, ezért az internet segítségével ezek a távolságok megszűnnek és leküzdhetők, és a dél-ontáriói magyar iskoláknak az eddigi tapasztalatai, szabályai és észrevételi alapján ebből a kettőből megszületett a Megavers a diaszporában szavaló verseny, amit egész Kanadát lefedi, sőt az érdeklődésnek köszönhetően valószínű, hogy még az USA-ban, illetve Új-Zélandról és Ausztráliából is jelentkezni fognak. A versenybe két verssel kell jelentkezni, az egyik egy szabadon választott vers, a másik pedig korosztályonként egy kötelező vers. Mind a két verset egy videóra kell rögzíteni, amit aztán a YouTube-ra fel kell tölteni, és ezt a linket kell elküldeni a megavers a diaszporában @gmail.com e-mail címre. Minden más részletet megtalálnak a Facebookon, a Megavers a diaszporában címszó alatt és oldalon. A versenynek a jelentkezési határideje az február 15. Minden magyar iskolást, magyar cserkészt, minden Kanadában élő magyar gyereknek a jelentkezését nagyon szívesen várjuk. A felső korhatár az 30 év, különböző kategóriák vannak, és a nyerteseket nagyon értékes ajándékok várják, illetve nyeremények. Azonban önmagában az is egy nagyon nagy nyeremény, hogy valaki az anyanyelvét ápolja, és a magyar irodalommal gazdagítja, szépíti a lelkét. Mindenki csak bátorítok, legyen bárhol világon, éljünk bárhol is. A Megavers a diaszporában egy új közösséget ad, egy nagy közösséget a magyar költészet által. A Corvina Hungarian Canadian Business Directory 2005 óta segít tájékozódni és kapcsolatokat építeni a kanadai magyar üzleti világban. Választon a számtalan magyar vállalkozó, szakember, üzlet és szolgáltatás kínálatából. Mutassa be és népszerűsítse saját vállalkozását a magyar közösség legismertebb és legkeresettebb könyvében. Címjegyzékünk Kanada szerte több ezer ingyenes példányszámban, online és ingyenes mobil alkalmazás formájában is elérhető. Kezdje itt a keresést! Corvina Directory. Iránytű a helyi magyarságban. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tommynak az üzletje az itt van a Kensington piacon 1958 óta. A Tommynál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek. Tommykám, hát jövünk! Tommykám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához!
A napokban hunyt el a sokak által csak Wolfmanként ismert kanadai magyar birkózó, aki a 70-es években nagyon népszerű volt Kanadában, és aki a halhatatlan kanadai birkózók csarnokának is a tagja. Ráemlékezünk most. From Hollywood, California. 2016. január 14-én Willy Farkas, sportnevén The Wolfman, a farkas ember, eltávozott közülünk. Az 1970-es években nagy népszerűségnek örvendett a pankrációs birkózást kedvelők körében. Magyarországon született, és 1956-ban emigrált Kanadába, ahol megérkezése után egy rövid ideig Ontarióban élt a nagybátyjánál, aki dohánytermékek csomagolásával foglalkozott. Hamarosan Calgaryba költözött, ahol egy verekedés kapcsán meggyűlt a baja a helyi hatóságokkal. Ez azonban nem tartotta vissza sportpályafutásában. Calgaryban kezdte el a birkózó edzéseket, de hamarosan Torontóba költözött, ahol első edzőpartnere a sokak számára ismert Mike Scicluna volt. Pályafutása során több helyen turnézott az Egyesült Államokban és Trinidadban is. A 70-es években jutott a csúcsra, amikor a Birkózó Világszövetség világbajnoki címéért mérkőzött meg Bruno Sammartinoval. A Wolfman a kanadai birkózó hírességek csarnokának tagja. Willy személyisége tökéletesen megfelelt a pankrációs birkózás által elvártaknak. Imádott emberek közé járni, szerette a feltűnést. Nem véletlen, hogy mint Wolfman valódi farkasbőrt viselt, és edzője láncon vezette be a birkózó arénába. Itt vadságát hangsúlyozva harapással fenyegette a közelében állókat. Előfordult, hogy ellenfeleit meg is harapta. Egyik birkózó partnere, Tiger Jeet Singh, kedvenc anekdótája a Wolfmanről a következő. A trinidadi turnéra utazva a hatóságok feltartóztatták a Wolfmant. A felesége úgy tudta, hogy hazudott a trinidadi hatóságnak állítva, hogy turista céllal utazik. Ugyanakkor megtalálták a farkasbőrt a csomagjában. Kétségbe esetten hívta a Tigert, aki felhívta a hatóságot Trinidadban, és elmagyarázta, hogy birkózó turnéra utazik a Wolfman. A tigris később megtudta, hogy Willy útlevél helyett YMCA kártyát használt, így próbált bejutni Trinidadba. További birkózó partnerei közül említésre méltók még Billy Blue River, a kék folyó, és Bearman Dave McKinney, a medveember. A farkasember és a medveember jó barátok voltak. A medveember 1988-ban egy newfoundlandi túra során autóbaleset következtében elhunyt. Willy ekkor abba hagyta a birkózást. Egy 2011-ben elszenvedett szívinfarktusig igazi fitness fanatikus volt, aki reggel 5-kor kelt és járt a Toronto utcáit. Arénabeli vadsága ellenére, akik ismerték, szelid embernek ismerték. Mindenki szerette. Wolfman, nyugodj békében! Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2-7-68-0-9-9-7 Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettőzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük és várjuk a munkánkat segítő, jószándékú hívásaikat, leveleiket. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, mellyel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra a jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Egy perc Magyarország. Decs nagyközség Tolna megyében, a Dunától 10 kilométerre, a Gemenci erdő közelében található. Néprajzilag Sárközhöz tartozik, és a Sárköz fővárosának nevezik, mely címet egyedülálló, páratlan gazdagságú néprajzi kincsével érdemelte ki. A főváros ismert a fennmaradt hagyományok tiszteletéről, az egyedülállóan gazdag kultúránk tárgyi és szellemi örökségének ápolásáról. Sárköz szellemi kultúrájából kiemelhető a máig fennmaradt sárközi népdal és néptánc hagyomány. A Sárközi Lakodalom elnevezésű többnapos a rendezvénysorozat nagyszabású, hagyományos népjelemekre épülő program.
A több helyszínen zajló mulatságban vendégek is bekapcsolódhatnak, a stilizált lakodalomban ők képviselik a nász népet. A menyasszony öltöztetésétől a vőfély köszöntőkkel tarkított lakodalmi vacsoráig kísérhető figyelemmel a hamisítatlan sárközi lakodalom. Az érdeklődők megkóstolhatják a helyi étel specialitásokat, a kiváló főként vörösborokat, és nem maradhat el a pikáns forró tejfölös borsos lakodalmi kerekkalát sem. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.